Ős bemutatóval indul az idei Füredfest. A Pannonvár Színház július 16-án Balatonfüreden mutatja be először Jókai Móra Kőszívő ember fiai című regényének új színpadi változatát. A művet Vándorfi László alkalmazta színpadra, nem a nagy sikerű filmet, hanem a regényt véve alapul. Rossa László zenéjével és Krámer György koreográfiájával. A darabban Baradlainét Kubik Anna alakítja, akinek régi álma volt, hogy eljátszhassa ezt a szerepet. Mint mondta, élete első színházi élménye a Kőszívő ember fiai volt. Az akkori előadás hatására döntött úgy kislányként, hogy színésznő lesz. 13 évesen láttam először ezt a darabot színházban, sőt, az volt az életem első színházi előadása. Én addig nem láttam, mert hogy egy kis faluban születtem, Veszprém megyében, Ősiben, és nem volt lehetőségem a színházat nézni, de ezt akkor láttam Székesfehérváron, és akkor rögtön el is döntöttem, hogy én színésznő leszek, és ennek szentelem az életemet. Tehát nagyon is sok közön van ehhez a darabhoz. És a magyar tanárnőm pedig még, aki most már 91 éves, még emlékszik rá, hogy én ezután az előadás megtekintés után írtam is egy fogalmazást, és ránk volt bízva, hogy ki mit választ, és természetesen minden osztálytársnőm Arankát, Jenő, Triárdot választotta példaképül, és az előadás, vagy a fogalmazás tárgyául. Egyedül én választottam az egész osztályból Baradlainét, tehát engem már akkor is az ő figurája izgatott, olyan kislányként tényleg, de ez meg is maradt bennem, ez az izgalom. Én egy csodálatos szerepnek tartom ezt, és nagyon rossz lett volna, hogyha ezt az én életemből ki kell hagyni, hiszen annyi erős női figurát játszottam már el életemben, és olyan kiválóan és gyönyörűen illik ez így ebbe a sorba, hogy kifejezetten rossz érzés lett volna, hogyha valami miatt nem tudom elvállalni, bár tényleg nagyon nehéz évadon vagyunk túl. Gyönyörű szerepeket játszottam az Anyaszínházamban is, de sőt most még egy filmet is forgatok nyáron, Dézsi Zoltán első játékfilmjében, ő dokumentumfilmes. Amban is játszom, és folyamatosan ingáznom kell, de azt gondolom, hogy majd megéri, mert olyan minőségű ez a szerep, és olyan fontos a mondani valója számomra, hogy nem szívesen hagytam volna ki. Az ősbemutató után Charlie nagy koncertjével folytatódik a Füredfest, aztán jön a Dzsungelkönyve, a Muzsika hangja, a Fekete Péter című operett bohózat, a Jöjj hát és énekelj című musical parádé Kós Rékával, Mahó Andreával és Csengeri Attilával, de itt lesz az évek óta nagy sikerrel futó Hotel Mentol és a Fehér Lófia című zenés mesejáték is. Catherine Gelegers pedig egy teljesen új írtánzsóval készül. A Füredfest sajtótájékoztatóján Vándorfi László arról is beszámolt, hogy idén nyáron elindul a Strandszínház is. Július 29-én csütörtökön az Alsóörsi strandon a Hotel Mentol lesz látható. A Harley Davidson Fesztivál keretében elmaradt képzelt riportot pedig július 4-én vasárnap láthatja a közönség az Alsóörsi Amfiteátrumban. A Pannonvár Színház jótékonysági előadást is rendez a nyáron a megyei napilappal közösen az árvízkárosultak megsegítésére. A veszprémi rendezvénynaptárban július 2-a az a Pannonvár Színház előadására foglalt már régóta, és úgy gondoltuk, hogy ezen a pénteki estén 21 órakor egy jótékonysági előadást fogunk eljátszani az árvízkárosultak javára. A Táncdal Fesztivál 2 című produkciónkat mutatjuk be, hogy minél nagyobb legyen a vonzerő, és még megnyertük hozzá az éppen nálunk próbáló Kubik Anna művésznőt, aki egy nagyon szép verssel fogja indítani ezt az estét, és egy másik, most már állandó tagunknak számító Gazdag Tibort, akit szintén egy ország ismer, ő pedig majd a végén fog egy dallal fellépni, mindegy keretbe foglalva, aminek lesz egy szép üzenete. Közben pedig azért jól is érezhetjük magunkat. Nagyon kérek mindenkit, hogy egy olyan estére váltsa meg a jegyét, aminek minden egyes fillére az árvízkárosultakhoz jut, hiszen valamennyi résztvevő, az érsekségtől kezdve a diszletmunkásokig, sofőrökig, világosítók, hangosítók, színészek természetesen, mindenki térítésmentesen vállalta ezt a feladatot. Nagy munka várva színpadot építeni, nézőteret építeni. Minden egyes résztvevő azt mondta, hogy természetesen ez a minimum. Úgyhogy minél többen jöjjenek július 2-án 21 órára a várba, és hogyha netán rossz idő lenne, akkor a Séd Filmszínházban tartjuk meg ezt.
Úgy gondolom, hogy tartozunk bajba jutott és rendkívüli nehéz helyzetbe került honfitársainknak ezzel. A július 16-a és augusztus 19-e között megrendezendő Füredfest előadásairól bővebben a pannonvárszínház.hu oldalon olvashatnak.